egy sorsolás során dőlt el, hogy a polgármesteri jelölteket milyen sorrendben fogadjuk itt a stúdióban. Ennek a sorsolásnak az eredményeként pedig a következő percekben Nagy Róbert független polgármester jelölttel beszélgetünk majd, aki már volt vendégünk egyébként korábban a stúdióban, csak úgy, mint a többi polgármester jelölt, illetve képviselőjelöltek, és akkor ebben a beszélgetésben elmondta, hogy egy civil szervezet a Változást akarunk Gyöngyösön is támogatja, de hivatalosan ugye független polgármester jelölt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük is a beszélgetést hasonlóan az előző blokkhoz, egy ilyen általános bemutatkozással, talán önt még kevesebben ismerik a város közéletében. Igen, ez így lehet. Én Nagy Róbert vagyok, 41 éves, 11 éve élek itt Gyöngyösen, feleségem gyöngyösi, két gyermeket nevelünk, 11 éves fiút és 9 éves kislányt, feleségem pedagógus, gimnáziumi tanár, nyelvtanár, én pedig mérnök végzettségű vagyok, beszélek szerb-horvátul, oroszul, angolul és németül, és a jelenlegi munkám, amit végzek, az kereskedelmi tevékenység nemzetközi viszonylatba, és ez az egyesület, aki engem most támogat, ez egy civil egyesület, fél éve alapítottuk meg, és pont azért, mert szeretnénk egy új hangot hozni Gyöngyösváros politikájába. Az egyik első elem pedig a programjából, amit már itt a stúdióban is ismertetett, a Nyitott Város elnevezésű elképzelés volt. Mit akar ez pontosan, mire kell gondolnunk ez alatt? A Nyitott Város program az azért az egyik legfontosabb programunk, négy fő terület van, amivel mi kiemelten és részletesen foglalkozunk. A Nyitott Város az abból a felismerésből született meg ez a program, ez a programpontunk, hogy véleményünk szerint itt Gyöngyösen a fiatalok, a leendő munkavállalók, a leendő vállalkozók nincsenek felkészítve az Európai Uniós kihívásokra. Mi úgy tekintünk Gyöngyösre, mint nem egy heves megyei, nem egy magyarországi kisváros, hanem az Európai Uniós kisvárosa, amelyik 500 milliós közösség, a világ legerősebb gazdasági közössége, és ennek a gazdasági közösségnek a fejlettebb övezete Gyöngyöstől 350 kilométerre kezdődik. Tehát amit mi szeretnénk, hogy a kedves fiatalok, gyöngyösök bizakodva nézzenek a jövőbe, mert ez egy óriási lehetőség. Mi azt szeretnénk a Nyitott Város programon keresztül a nyugat-európai testvérvárosi kapcsolatokat kibővíteni. Lehet, hogy már említettem, mi már felvettük a kapcsolatot a céltvégi polgármesterrel, de abban az esetben, hogyha én leszek a polgármestere, ezt bővíteni fogom. Tehát osztrák kisváros mellett, testvérváros mellett szükség van még francia, német, holland, olasz kisvárosra, azért, hogy a gyöngyösi fiataloknak, a tanulóknak már általános iskolás korukba, középiskolás és gimnáziumos korukba is lehetőségük legyen megismerni a nyugati kultúrát. Az egyik másik ilyen programpont pedig a leszakadó rétegek felzárkóztatása volt. Erre is van egy szlogenjük, az Esélyek Városa. Ez mit akar? Az Esélyek Városa az annyit takar, hogy itt is az oktatásra helyezzük a hangsúlyt. Nekünk az emberek ugyanúgy fontosak a gyerekek, teljesen mindegy, hogy milyen bőrszínűek, melyik utcában nőnek fel. Azzal, hogy ezt az Esélyek Városa programot megvalósítjuk, ezzel valójában a Gyöngyösön bizonyos családoknál a szegénység újratermelődését tudjuk megakadályozni. Ennek az a lényeg ennek a programnak, hogy ott azokban a családokban, ahol a szülők nem tanultak, szociálisan, kulturálisan le vannak maradva, ott őket pótolni fogjuk. Persze a család örömére, a család beegyezésével olyan mentorokat fogunk ezek a családok mellé, a gyermekek mellé adni, akik segítségével ők is el fognak tudni jutni az egyetemig. Mert ennek nem csak az a lényege, hogy azok a szegény családok gyermekei tehetősebbek legyenek, hogy ezáltal azok a szegregátumok, azok a gettós városrészek nagyon hosszú távon, de elkezdenek megszűnni, hanem ezek az emberek, hogyha piacképes tudás, diploma lesz a kezükbe, akkor ők egy új a munkaerőpiac által felhasználható emberek lesznek. Ez most jelen esetben több ezeres közönség így Gyöngyösen. És ezáltal, hogyha ők jobb és piacképesebb tudást fognak kapni, ezáltal nem kell őket segélyezni, saját lábukon meg fognak tudni állni, de ez a mentorálás, ez nem csak egy pár éves folyamat kell legyen, mert ők se pár év alatt kerültek bele a szegénységbe.
Pont ezért, aki nagyon gyors és radikális megoldást kínál itt a városba, az egyszerűen nem mond igazat, az egy szemfényvesztés. Tehát aki 50-100 év alatt került családról családi történet, vagy nyomorba kerültek, ez minimum 20 éves egy folyamat kell, hogy legyen, és pont ez azért fontos, ez kihangsúlyozza, ez egy 20 éves folyamat, hogy az itt gyöngyösi pártok közt egy konszenzusnak kell abban létrehoznia, hogy igen, mi ezt akarjuk, ezt a mentorprogramot, mert csak az oktatáson keresztül tudjuk a szegényeket a nyomorból kihúzni. Mi az, amit ebből a programból egy 5 éves önkormányzati ciklusban meg lehet valósítani? A legfontosabb, amit említettem, az a konszenzus. Tehát ez nem csak a szegényeken, a romákon múlik, hanem magának a befogadó közösségnek is erre fel kell készülnie. Tehát őket eltüntetni nem lehet, őket csak integrálni lehet, és pár év alatt erre a 20 éves folyamatra felkészülést el lehet kezdeni. És azért fontos, hogy ez egy konszenzus legyen, mert ezt minden egyes ciklus után magában a Gyöngyösváros költségvetésébe ezt be kell építeni, és ez messze nem olyan magas költség, mint amennyibe kerülnek ezek az embereknek a segélyezése, hogyha esetleg felnőtt korúba piacképtelen emberek lesznek a munkaerőpiacon. Ugye a program sok eleméről beszélhetünk most, amit korábban úgy vállalt, hogy egy sajtótájékoztató folyamat keretében mutat be, és ez így is lesz majd. Ennek az első eleme az átlátható város koncepciója volt. Itt ez alatt mit értenek, és miért tartják ezt fontosnak? Az átlátható város szlogenünk alatt a korrupció elleni küzdelmet értjük, és számunkra ez azért fontos itt Gyöngyösvároson, mert helyi pletykákból, az várost járva, beruházásokat látva, magát a Gyöngyösváros költségvetését végignézve, olyan beruházások, olyan fejlesztések vannak betervezve és végrehajtva, amiket nem átláthatóan bonyolítanak le, és mi ebbe az átlátható városprogramba sokkal erősebb civil kontrollt szeretnénk létrehozni. Ez a civil kontroll abból áll, hogy a gyöngyösi civilek azok monitorbizottságot hoznak létre, és bármiféle beruházás jön létre a városon belül, vagy a város cégein belül, ők jogosultak arra, hogy a beruházás megírásakor, kiírásakor, lebonyolításakor, tárgyalásakor jelen legyenek, és ügyeljenek ennek a tisztaságára. Milyen más elemei vannak még ennek a programnak, vagy ez már önmagában elég ahhoz, hogy átláthatóan működjön egy város? Nem, magának négy fő, tehát ennek az átlátható városprogramnak, magának a korrupció elleni küzdelemnek négy fő területe van. Az egyik a legfontosabb az a városnak a beszerzései, közbeszerzései, hogyan bonyolítja le. Második területe az, hogy a városnak a cégei ugyanezt hogy teszik meg. Harmadik területe az átláthatóságnak az, hogy maga a város és a cégeibe a személyügyi politika, az hogy történik meg. Tehát, hogyha egy megürősödő pozíciót, vagy embert keresünk, akkor az pályáztatás vagy meghívás alapon tesszük meg. Szerintem a gyöngyösi adófizetők joggal várhatják el, hogyha ezek az emberek az ő adóforintjukból vannak fizetve, akkor a legalkalmasabb embert találjuk meg minden egyes pozícióra, amelyik meg van hirdetve a városon belül. Korábban ugye ezzel kapcsolatban is hasonló konszenzusra kérte a többi jelöltet és a többi jelölő szervezetet, mint amiről korábban már beszéltünk a felzárkóztatás politikájával kapcsolatban. Így van. Én ezt úgy gondolom, hogy ez is van egy olyan fontos kérdés, amely kérdésnek pártszintől függetlenül, mert magának a korrupt pénznek sincsen pártszíne, ezért ez pártoktól függetlenül ezzel meg kell egyeznünk, hogy ezzel intézkedést kell tenni, attól függetlenül ki lesz itt a polgármester, vagy milyen párt fog nyerni a önkormányzati választásokon. A program negyedik nagy eleme pedig a turisztikai fejlesztések témaköre. Ezt hogyan képzelik el? A turisztikai fejlesztésekről nekünk egy konkrét elképzelésünk van, az pedig úgy néz ki, hogy mi ezt egy szlogenbe sűrítjük össze, az úgy hangzik, hogy Gyöngyös a kerékpáros város. És ez azért tartjuk fontosnak a kerékpáros turizmus fejlesztését, a kerékpár utak építését Gyöngyösön és Gyöngyös kistérségébe, mert ez egy több funkciós beruházás. Szeretnék mondani pár számot a Gyöngyös turizmusáról. Tehát Magyarországra 40 millió külföldi turista érkezik, ebből 9 millió több napot tölt el, és ebből a 9 millióból pedig 60%
Budapestre koncentrálódik. Ebből a 9 millió vendégéjszakából, amelyik több napra érkezik, külföldi, azok a külföldiek, akik 14 ezer forintot költenek el naponta, ez mellett meg szeretném tenni, hogy egy belföldi ember az 3-4 ezer forintot költ el, hogy ez egy olyan kiugrási pont lehet Gyöngyös város és a kistérségének a turizmusának a szempontjából, amire koncentrálnunk kell. Tehát Budapest és Gyöngyös távolsága 70 km. Oda koncentrálik ez a pénzt hozó turista tömeg, és Gyöngyös önmagában nem sok mindent tud kínálni. Pont ezért kell megkeresni azokat a struktúrákat, azokat a vázakat, ami egy kerékpárút szem véleményünk szerint, amelyik ezt a turizmusnak a, tehát a turizmusnak a fejlődésnek az alapja lehet. És a kerékpárút mellett még annyit szeretnék elmondani, hogy míg turistákat vonz, ez mellett a városon belül olyan jó hatása van, hogy maga a közlekedési morál, a közlekedési kultúra megváltozik. Maga a közlekedés biztonság fog ezzel javulni. Nagyon sokan látjuk azt, hogy iskolák környékén minden reggel óriási dugók vannak, azért, mert minden szülő autóval hordja a gyerekeit iskolába. Most gondoljuk el azt, hogyha Gyöngyös városba szinte minden iskola, minden családi háztól kerékpárúttal megközelíthető biztonságosan, akkor valószínűleg ezek a jelenségek megszűnnének, és ez mellett pedig a városnak valószínűleg nem kell költeni évi 20 millió forintot magára a tömegközlekedés finanszírozására. Mindenki látja azt, hogy hatalmas ikaros buszok közlekednek szinte mindig üresen városon belül. Tehát amíg egy egészséges közlekedési módot terjesztünk el a városon belül, az mellett ezzel pénzt is tudunk spórolni, és a kerékpárút az, amivel a Mátrát és magát a várost össze tudjuk kötni. Van még néhány percünk, térünk még vissza egy kérdés erejéig a nyitott város koncepcióra, aminek kapcsán ugye úgy fogalmazott, hogy európai, nyugat-európai, európai uniós testvérvárosi kapcsolatokat szeretnének bővíteni. Közben pedig a kormányzat a külpolitikáját a keleti nyitás jegyében folytatja ezekben az években. Nincs itt ellentmondás, meg lehet ezt valósítani egy önkormányzat részéről? Persze, és meg is kell. Tehát számunkra azt kell tudnunk, hogy, hogy a saját gyermekeink azok hol tudnak új szemléletet látni, hol fognak új és használható nyelveket tanulni, hol fognak olyan piacképes tudást szerezni, amivel Gyöngyösön sikeres vállalkozók és sikeres munkavállalók tudnak lenni. Annyit szeretnék mondani, hogy pont a napokban jelent meg egy Erasmus programnak a értékelése. Tehát azok a diákok, akik fél egy évre kint Nyugat-Európában tudtak tanulni, azokat a diákokat belföldön is a vállalkozók keresik. Tehát 90%-a nagyobb esélye van ezeknek az embereknek, hogy rövid időn belül munkát fog kapni, és ezeknek a gyerekeknek van később esélye arra, hogy a szakmai előmenetel a sikeresebb legyen, tehát belülük lesznek a későbbi közép- és magas vezetők, akiknek van nyugat-európai tanulmányi tapasztalata. És az a veszély nem fenyegethet, hogy mondjuk adott esetben kint is maradnak, mert ott tudnak jobb eséllyel boldogulni, egy ilyen folyamatot is látunk napjainkban. Igen, van egy ilyen folyamat, de hát mi nem pórázra szeretnénk őket visszahúzni, nem akarjuk őket ide láncolni, hanem mi azt szeretnénk, hogy a szívük húzza őket vissza, és pont ez, tehát ez a program mellett párhuzamosan pedig olyan programokat is el kell kezdeni, amitől a város számukra egy élhető pezsgősbb várost fog jelenteni. Ez mellett el kell kezdeni aktívan a beruházók után keresni, mert nem csak az Apollóban áll a világ. Tehát itt most, hogy a pártok azon civakodnak, hogy most egy beruházó ki miatt ment el, ki miatt jött vissza, hova ment, hanem ezt a civakodást be kell fejezni. Ezen kívül igaz, hogy most Magyarországon sokkal kevesebb zöld beruházás van, mint mondjuk 5-6 éve korábban, de még így is van 100 zöldmezős beruházás, amely Magyarországra érkezik. Ez egy aktívabb lobby tevékenységet kell, hogy jelentsen itt a város tisztségviselői részéről, de hát szerintem
most ezt a város iránti szeretetüket meg fogják tudni mutatni azok az emberek is pont abba, hogy pártfüggetlenül fognak lobbizni a beruházókért. Hogyan készült el ez a program? Voltak-e szakemberek, akik mondjuk a segítségére álltak a program kidolgozásában, és hogyha megvalósíthatja polgármesterként, ha megkapja a felhatalmazást, akkor hogy érzi ez a négy pontból álló program alkalmas arra, hogy sikeresebbé tegye Gyöngyöst? Én ebben hiszek, hogy ez Gyöngyös sikeresebbé tudja tenni, és az, hogy ez a programpont miből állt, ez a mi személyes tapasztalataink. Én elfejtettem azt, nem mondtam én a legején, hogy én 3 évet éltem külföldön, és ott dolgoztam. Most én nagyon sokat tartózkodom külföldön, nagyon sok országbeli emberrel tartom a kapcsolatot, és az én személyes tapasztalataim is ebben benne vannak, de az egyesületem többi tagjainak is a tapasztalat ebben benne van, és ezeket gyűrtük össze egy jó programmá. Néhány perccel ezelőtt Hisz Györgytől azt kérdeztem, hogy ellenzékben lehet-e sikeresen vezetni egy várost. Hát hasonló kérdést fogalmaznék meg, egy független polgármester tud-e sikeresen vezetni egy várost? Igen, tud sikeresen vezetni egy várost, erre Magyarországon is van példa, és pont egy független polgármester tudja azt megvalósítani, vagy annak ellenállni, hogy maga a város pozíciója az egy Budapestről, egy központból irányított politika legyen. Tehát, hogyha egy független polgármester van, akkor szerintem a gyöngyösiek magukra, városukra tudnak koncentrálni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm.